Köszöntök mindenkit itt a Fehérvár Televízióban, itt az Együtt magazin karácsonyi száma, karácsonyi kiadása. Rengeteg vendéget hívtunk, de mielőtt a vendégekre rátérnék, köszöntöm az én drága feleségemet. Szia! Szia! Olyan régen találkoztunk már. Igen, de család. Azért ez egy rendkívül, illetve rendhagyó helyzet, hiszen sokszor nem szoktunk műsort vezetni együtt, úgyhogy nagyon örülünk a lehetőségeknek. Így van, igen. Így van, úgyhogy ez egy gyerekeket meg háztartást esetleg. Igen. Nincs gyerek, úgyhogy nyugodtan most szépen szétem, hogyha pihennénk, ezt el lehet mondani. És én örülök a helyszínnek egyébként. Igen, igen, a város egyik központjában nagyon jó, rengeteg ismerőssel találkoztunk már, és ugye a műsor végéig ez még fokozódik folyamatosan, viszont rengeteg vendéget hívtunk ide a mai napra ugye az Együttbe. Tényleg olyan vendégek, akiket azt gondolom az egész város ismer, vagy az egész ország ismer. Viszont ugye az a célunk, hogy egy kicsit a vendégeinket megismerhessük másik oldalukról is, ne csak mindig a munka, meg azok a jelenetek legyenek a nézők szemei előtt, amit mondjuk a médiában láthatnak, hanem igenis egy kicsit. Kicsit benézünk a kulisszák mögé. Rólunk úgyis tudnak mindent, én mondom a rádióba folyamatosan, nem szereted a ruhákat, nem szeretsz pénzt költeni. Ja, meg nincs egy rongyod, amit felvegyél, meg sosincs rend otthon, és trehány vagyok, és mindig kupit hagyok magam után. Na, de legalább bevallod. Megkérdezzük majd a vendégektől náluk, mi újság van ez ügyben, és meg is érkezett már első kedves vendégünk. Hát szeretettel köszöntjük városunk polgármesterét, Cserpalkovics Andrást, szia, és kisfiadat is elhoztad. Jó estét kívánok, szervusztok, és köszöntöm a televízió kedves nézőit. Így van, Ágoston fiammal együtt érkeztünk most ide az Alba Plázába található ideiglenes stúdióba. Köszöntünk benneteket még egyszer, így van. Adás előtt beszélgettünk már pár szót. Ugye Ágoston nagyon-nagyon komoly, most már mondod, hogy sportmúlttal rendelkezem. Mit sportolsz? Én hoki sportolok. Hoki sportolsz, kemény. Kívülről nagyon-nagyon keménynek néz ki a hoki, belülről is ilyen kemény? Hát nálunk még igen, de nálunk még ugye nincs ütközés. Nincs ütközés, akkor még bunyó sem volt, meg semmi nem. Igazából. Ki a kedvenced? Nyilván fehérvári csapatból valaki. Erdély Csanád. Erdély Csanád a kedvenced, hát igen, ő nagyon-nagyon sikeres, és sokra viszi még ebben mindenképpen. Így van. Miért pont a jégkorongot választottad? Van Fehérvár, ugye foci, van például ugye jégkorong, van kosárlabda, nagyon jó csapat. Miért pont a jégkorong? Az, ami tetszett. Nem tudom, egyszer a nagybátyám elvitt a korcsolyázni, és akkor nagyon megtetszett, és azóta. És ezt most már mióta űzöd egyébként? Hát most 6. éve. Az igen. És szeretnél, látsz magad előtt egy komoly jövőt? Hokis leszel? És apáik ez mit szólnak? Mennyire örültök neki, hogy mondjuk a hokira szeretné most még jelen állapotában feltenni az életét? Alapvetően örültünk, azt szeretnénk, hogy mindegyik gyermek sportoljon, mind a három. Nyilván különböző életkorban vannak, tehát ez különböző dolgokat jelent, de a mozgás az legyen része az életüknek, főleg egy ilyen sportos városban. Ők választhatják meg, hogy mit sportoljanak. Nyilván az alapsportágokat szerettük volna, hogyha elsajátítják, úszni, futni, nyilván korizni az egyáltalán nem baj, hogyha tudnak. Az nem csak most, hanem azt gondolom, felnőtt korukban sem. És hát az Ágoston az valóban egy nagyon fehérvári és egyben nagyon férfias sportot választott. A Csani az valóban nagy kedvence, minden 36-osról szól, hiszen a Csani ugye ebbe játszik, és hát ebbe egy aranyos történet, hogy egyszer, amikor a Csanitól kapott egy 36-os meszt, na azt azóta nem lehetett kimosni. Hát aki már járt jégkorong öltözőbe, az pontosan tudja, hogy ez mit jelent. Ez már 86-os lett, mondjuk igen. Úgy, hogy a lakásnak a lég- és szakvonatkozásaiban, de valóban nagyon megszerette a jégkorongot. Most már kiválóan koriznak, nyilván nem csak ő, hanem az egész csapat, egy nagyon jó kis közösség, úgyhogy mi alapvetően örülünk, hogy ezt a sportágat választotta. Jó közösségformáló, nevelik is őket, ami azt gondolom, hogy a sportnak szintén nagyon fontos része, egy kicsit alkalmazkodni, küzdeni, akarni is megtanulnak. És hát édesapja például egyáltalán nem tud korcsolyázni, úgyhogy óriási öröm, és természetesen viccesen mondhatom, irítség, hogy a gyermekünk az most már tényleg professzionális módon korizik. Neked? Igen. Bocsánat. Mondd egy nyugodtan, lehet, nem akarok lehet, bal hétoszon, mondd egy nyugodtan. Szerettünk volna kérdezni. Neked egyébként mennyire fér bele a sport az életedbe? Hetente kétszer teniszezem. Nekem gyermekkoromból ez a sportág maradt meg. Sokáig nem üztem, de szerencsére két és fél évre egyébként feleségem unszolására, hogy nagy stressz mellett muszáj a mozgás, meg hát hogy mondom én, hogy mozogni kell a gyerekeknek, hogyha az ember maga nem teszi, úgyhogy újra játszom hetente két alkalommal, kora reggel, inkább azt mondom, hogy hajnalba. Akkor szoktam többek között az Olit hallgatni a Vörösmarty rádióban. Néha küldök neki SMS-t, amikor a polgármesterről mond valamit. Például, hogy tud-e korizni, ott például egy SMS-ben megüzentem, hogy én nem. Szerencsére Ágoston ő. Igen, muszáj azt gondolom, hogy a sport az ember életébe
azt mondom, hogy örömet is okoz, nyilván stresszt is levezet, az ember egészsége meg nyilvánvalóan fontos, illetve ne csak beszéljünk valamiről, hanem magunk is tegyük, azt gondolom, hogy egy fontos dolog, és hogy ők is lássák azt, hogy ez nem csak gyermekkorban fontos, hanem az egészségre való odafigyelés, az nyilván majd a felnőtt korukhoz is remélem, hogy hozzá fog tartozni. Ugye ez egy karácsonyi műsor, és nem sokára tényleg jönnek a karácsonyi témájú részek, ami érdekel minket is, meg nyilván érdekli nagyon a kedves nézőket is. Mondtad a stresszt. A te munkád az elképesztő stresszes. Nyilatkozatok, fontos döntések, szembesülni nagyon-nagyon sok mindennel. Ezt hogy viseled? A másik pedig az azért, ugye, van rengeteg olyan alkalom, amikor Facebookon például tartasz nyilvános fogadóórákat, megtalálnak emberek, nyilván kapsz rengeteg pozitívat, de kapsz negatívat is, kapsz kritikákat is, hogy azokat te hogy tudod viselni, nagyon a szívedre veszed? Mert amikor én kezdtem a rádiót, én nagyon a szívemre vettem, összetörtem egy-két kritika után. Nyilván neked is, amíg ugye idézőjelesen mondom, kezdő polgármester voltál, gondolom ez meghatott azóta, ezeket tudod hova tenni, kezelni, elengedni, hogy működik ez nálad? Hogy az ember azért van emberből, hogy nem mindig ugyanúgy tud ugyanolyan helyzetekre akár reagálni, hiszen mindenkinek van jobb napja, rosszabb napja. Az ember szerintem azt csinálja, amit alapvetően szeret csinálni, és én így vagyok ezzel a feladattal, vagy szolgálattal, talán azt gondolom, hogy ezt is mondhatjuk, akkor ez azt gondolom, hogy egyik oldalon kevésbé zavarja, tehát az, hogy stressz, hát melyik munkában nincs a mai világban stressz, meg nincs benne rohanás. A másik oldalon persze, amikor úgy érzi az ember, hogy valamilyen kritika az nem helyén való, akkor persze az valamilyen szinten az ember szívére, lelkére tudja venni, de azt gondolom, ez is hozzátartozik ez a feladathoz, és én azért azt tapasztalom, hogy a kritikák zöme az én jó szándékúnak tartom, kifejezetten javaslatot megfogalmazónak, tehát nagyon-nagyon-nagyon ritkán kapok olyat mondjuk stílusában, amire én azt mondom, hogy hát én is emberből vagyok, családapa vagyok, van család, nem mindegy, hogy azt a gyerekek olvassák, mit gondolnak. Ilyenből nagyon-nagyon ritkán van szerencsére, és általában ki szokott terülni, hogy inkább trollok, ha már a Facebook szóba került. Én mindig meg szoktam őket nagy szeretettel hívni a Városházára, soha nem szoktak ezek a trollok eljönni. Tehát próbálj, szerintem a humort azt mindig mindenbe bele kell egy kicsit vinni, de az őszinte jó szándékú kritikán viszont nem szabad megsértődni, hanem el kell gondolkodni, hogy az ember azzal egyetért, vagy nem ért egyet, és abból egyébként mit tud következtetésként levonni. De persze az embernek még egyszer van jobb napja, rosszabb napja, van, amikor kicsit fáradtabb, akkor ezeket persze nehezebben viseli. Amit szeretnénk elkerülni, hogy hát ők minél kevésbé részesüljenek ebből a részével ennek a dolognak, így sem könnyen nőnek föl mellettem, hiszen a családnak a mindennapjait nagyban meghatározza mondjuk úgy az én naptáram, de ha lehet, akkor és amennyire ezt meg tudjuk teremteni, teljesen normális gyerekkoruk legyen, és ugyanúgy nőjenek föl ebbe a városba, mint mindenki más, akinek éppen mondjuk nem polgármester az apukájuk. Egyébként, ha már említetted a közösségi médiát és a gyerekeket, akkor őket mennyire próbáljátok megóvni tőlük? Fent vagy már Facebookon? Hát... csak azért, hogy a tesómmal játszok online, de amúgy meg... úgy nem érdekel. Akkor még nem. Úgy nem érdekel. Igen. Lehet, hogy jobban is, sőt, én azt gondolom, jobban is jársz. Beszéljünk elemesebb témákról, karácsony. Szentest az, hogy néz ki nálatok. Van egy pontos meghatározott kőbevésett menetrendje, vagy próbáltok mindig rajta változtatni? Ugye, mint a városon folyamatosan fejleszgetni, megújítani. A szenteste is ilyen nálatok, vagy egy tradicionális, hagyományos szentestét képzeljünk el? Ugye három gyermek lévén azért az évről évre mindig egy picit változik, hiszen a gyerekek nőnek, különböző életkor, különböző dolgokat hoz. Például most még nem eldöntött, hogy tavaly beszéltünk róla, hogy az Ágoston esetleg segítene először a fa feldíszítésében, de ebben majd ő fog dönteni, hogy ennek ehhez lesz-e kedve, vagy legyen inkább megint meglepetés, hogy Angyalka hogy hozza azt a bizonyos karácsonyfát. Úgyhogy van azért egy menetrendje, ami ezt a pár napot 24-e délutántól kora estétől inkább egyébként Balatonon szoktuk tölteni. Tehát az a teljes elvonulás pár napja, ez azt gondolom, hogy most is így lesz, és a család mindig igyekszik összejönni, nem mindig szenteste sikerül ez, nagy családot tekintve, valamikor másnap mondjuk jövünk szüleimhez ebédelni, adott esetben ők jönnek vacsorázni, a bátyám még 26-án vagy 27-én jönnek, adott esetben ott is alszanak. Tehát próbáljuk azt megteremteni, hogy a család az együtt tudja ünnepelni a karácsonyt legalább egy-egy napja vonatkozásában, mert ezt tényleg azt gondolom, hogy az életünknek ma már az a nagyon-nagyon kis és kevés része, amikor valóban megáll az élet, amikor azért mégiscsak a legfontosabb emberekkel
tudunk pár napot nyugodtan eltölteni, és hát nézni azt az örömet, amit szerintem hát nektek is gyermekeitek vannak, pontosan lehet tudni, hogy egy szülő a gyermek arcán lát igazán, hogy mit is jelent a karácsony, mit jelent a várakozás, az izgalom, hogy Jézuska mit fog hozni, és hát Ágostonnak lesznek most feladatai majd az iskola, illetve a templom vonatkozásában 24-én, úgyhogy ennyiben most új lesz. Mi lesz? Valamivel föl fog lépni. Ja, hát ugye az 5. B-sek mindig ők adnak elő egy ilyen pici Betlehem játékot, és én is szereplek, egész osztály szerepel. És neked mi a szereped? Én vagyok Mennyhért. Te vagy Mennyhért. Az igen. Jézuskától mit kértél egyébként ebben az évben? Ja, hát én a szülőkre bíztam, hogy mit hoznak. Ja, a szülőkre bíztad. Ők, ők tudják, hogy neked mire van szükséged. Igen. Milyen vágyaid vannak. Igen. Sporttal kapcsolatos, műszaki termék inkább. Mi az, amit egyébként, ha kérhetnél bármit, mi az, ami most lenne hirtelen, hogy de jó lenne nekem egy ilyen valami? Hát nem tudom. Gondolom, hogy sportos valami. Igen, valamilyen sporta, a hokival kapcsolatos. Egyébként a város polgármestere hogyan szerzi be az ajándékokat? Lehet téged itt látni az albaplázában körbeszaladni, vagy internetről, vagy valaki megcsinálja helyetted? Mi csak továbbítjuk Jézuskának a kéréseket, majd segítjük neki abban, hogy hozza, amik a kérésekben megfogalmazottak. Természetesen Edinának, feleségemnek e tekintetben is nagyon nagy köszönet, hiszen nagyon sok dologról évközben ő már gondoskodik, jó család összetartó erőként, ahogy én szoktam mondani, otthon ő a polgármester, és szervezi az életet, és nyilván ez így is tud működni, illetve talán annyi már titok, nem túl nagy titkokat elmondható egyébként, hogy már egy részén ennek túl is vagyunk, de azért sok minden még, mint ahogy így nyilván december közepén mindenhol máshol is előttünk van. Én azt tartom nagyon fontosnak, hogy valóban ott együtt tudjunk lenni, és legyenek meg azok a kis meglepetések, amire nem számítanak. Nyilván van lehet olyan dolog, ami a család közös ajándéka, amiről adott esetben tudunk előre, de mindig legyen valami olyan, amit ott látnak meg, ami meglepetés nekik, mert én úgy tapasztalom, hogy egyrészt az okoz talán a legnagyobb örömet, meg ha én visszaemlékszem a gyermekkoromnak a karácsonyaira, akkor nem igazán arra emlékszem, hogy mit kaptam, hanem egy-egy momentumra, illetve egy-egy családi program az, igen, amire így évtizedek múlva is az ember emlékszik. Igen, de az embernek a jelenetek is az arca előtt, vagy a szeme előtt vannak, hogy belépett az ajtón, hogy voltak a nagyszüleivel, tehát hogy ez a fajta közös élmény legyen meg, mert ugyan nem biztos, hogy ők most még ezt érzik, de ez marad meg bennük az életük során, és most kíváncsiak várjuk, mert most így az első olyan alkalom lesz, amikor 24-én délután elmegyünk a Ciszter templomba azért, hogy az egyik gyermeket ebben a bizonyos betlehemi játékban megnézzük, és visszaemlékszem, hogy annak idején a Jézus szíve templomba nekem is, bátyámnak is voltak ilyen kis fellépései, és utána együtt ment aztán a család, és aztán néztük a csillagszóróval, díszekkel, gyönyörűen feldíszített karácsonyfát, hallgattuk a karácsonyi zenéket, és talán most még a éjféli visé is szóba kerülhet. Minden évben megfogadjuk, hogy megyünk, de eddig mindig elámosodtuk, mindig Ágostonnal ezt megbeszéljük ott 10-11 óra körül, hogy bírjuk-e 24. este, vagy majd karácsony első napján. Hát most energiát kívánunk, és kitartást, hogy odaérjetek az éjféli misére, és természetesen nagyon boldog, békés karácsonyt, és nagyon köszönjük, hogy eljöttetek hozzánk. Köszönjük szépen a lehetőséget, hogy itt lehettünk. Nekem itt most nagy büszkeség, hogy Ágostonnal együtt adhattunk interjút, így ebben a formában ez még talán nem is történt meg korábban, illetve hát ha használjam ki az alkalmat és a lehetőséget, hogy én is mindenkinek áldott békés karácsonyi ünnepeket kívánok, és azt, hogy tényleg lassuljon le, álljon le az élet, és foglalkozzunk egymással, a családdal, a családtagokkal, szeretekkel, barátokkal, mert szerintem ez adja meg a karácsony, azt gondolom, hogy igazi ünnepi jellegét, különlegességét, és amitől azt mondjuk, hogy legcsodálatosabb ünnepünk lelki értelemben, és azt gondolom a szeretet jegyében egyaránt. Sok-sok szép pillanatot kívánunk nektek karácsonyhoz is, neked pedig a fellépéshez majd drukkolunk. Most pedig nézzük meg, hogy a hétvégén a Fehérvár hangja hogyan is zárult, hiszen most szombaton volt a döntő, és most megnézhetjük erről az összefoglalót, illetve kiderül nem sokára, hogy ki nyerte a Fehérvár hangját. Nézzük. A
A Fehérvár Hangja tehetségkutató 12 döntős versenyzője szombaton a Vörös Marti Színházban állt a közönség és a zsűri Pásztor Anna, Magán Olivér, Fehér Adrien és Vörös Tamás elé. A 12 versenyző közül az ítészek Ferenci Nagy Boglárkát ítélték a legjobbnak, aki a Fornan Blanc WhatsApp című számával nyűgözte le a zsűrit. Life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man. For whatever that means. And so I cry sometimes when I'm lying in bed. All out what's in my head. And I feel it a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high. And I scream for the top of my lungs, what's going on? And I say, hey, yeah, 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 yeah.
Ferenci Nagybogit a városi rendezvények gyakori fellépőjeként ismerhetjük. Régóta foglalkozik zenével, de énektanárhoz sosem járt. 2 éve is részt vett a Fehérvár hangján, akkor az elődöntőig jutott. Szívesen vesz részt kulturális programokon. Az éneklés mellett a versmondás, a színészet is fontos a számára. Mindezek mellett még a dalszerzést is gyakorolja. A fiatal tehetséggel rögtön a döntő után beszélgettünk. Ki segített, vagy hogyan döntötted el, hogy mi lesz a dal, és hogyan zajlott a felkészülés? Ez ugye egy nagyon drasztikusan más oldalam, egy kemény rock szám, egy régebbi szám, és azt gondolom, hogy ez talán a legkülönbözőbb, és mégis az, ami hozzám illik valamilyen szinten, mert egy nagyon erős üzenetet tudtam mögé rakni, és úgy érzem, hogy akkor sikerült közvetíteni is. Úgyhogy talán azért, hogy keresni szerettem volna egy olyan dalt, ami nem a saját dalom, de ennek ellenére üzenni tudok vele, és ezt találtam. Kisfilmben elmondtad, hogy igazából neked az a célod, hogy színművésznő legyél egyszer, de hogy az éneklés is közel áll hozzád. Elgondolkodtál most egyáltalán azon, hogy mégis az éneklést választod, vagy még mindig kitart a szem előtt, és inkább így gondolod? Én kitartok, mert nem gondolom, hogy ez nagyon eltér, vagy annyira elválasztódna egymástól ez a kettő, szerintem ezek kiegészítik egymást, és egy nagyon komplex személyiséget tudnak alkotni együtt, és én annak ellenére, hogy nagyon sok árnyoldalát hallottam a színészetnek, és tudom, hogy nem lehet benne annyira kiteljesedni, de nincs olyan művészeti ág, amiben ki lehet mindegyik csak egy ág, vagy énekes, vagy színész, és bármennyire csinálod az egyiket, mindig a többi háttérben marad egy kicsit. És úgy gondolom, hogy talán a színészet az, amin keresztül a legtöbb kis ágamat ki tudom fejezni és kibontakoztatni, és én ezért tartok ki még mindig amellett, hogy szerintem pedig nekem a színészetben a helyem, mert így kerülök a legközelebb a színpadhoz és ahhoz a fajta színpadhoz, ahova én való vagyok. Ki kéne emelned, hogy ki vagy kik azok az emberek, akik a legnagyobb mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy te most itt nyerj, akkor kik jutnak először eszedbe? Először abszolút anyukám jut eszembe, mert hát kiskorom óta olyan támogatással és háttérrel lát engem el, és olyan biztonságot ad nekem azt, hogy ő így támogat mindent, amit én szeretnék elérni, amiben tehetségesnek találom magam, és ő tehát olyan elfogadással járul minden ötletemhez, és csak kiegészíti, és úgy érzem, hogy tehát, hogyha ő nem ilyen szülői hozzáállással viszonyult volna hozzám már a kezdetektől, akkor valószínűleg nem tartanék ott, hogy valaha is színpadra állhattam volna. Úgyhogy talán ő az, akinek a legeslegnagyobb köszönetet és hálát mondhatom. Pásztor Annát is elkaptuk, aki szerint a zsűri nem sokat gondolkodott a győztes kiválasztásánál. Ilyenkor általában a zsűritagok azt szokták mondani, hogy nagyon nehéz dolga volt a zsűrinek. Nem. Az a helyzet, hogy nagyon gyorsan döntöttünk. Ilyen szintjén a versenynek már tulajdonképpen bárkinek a kezébe nyomhatnánk az első helyet, vagy az első 3 helyből bármelyik helyezést. Fantasztikusak a gyerekek, tehát én nem merek belegondolni, hogy mennyire tehetségesek, mert akkor így az ember elájul. Tehát 17-16 éves koromban én tulajdonképpen csatogos lepkét tologattam, azt is félve, nemhogy Whitney Houston-t énekeljek. És nagyon-nagyon örülök, hogy eljutott idáig a magyar társadalom, vagy legalábbis ez a fajta tehetségkutatás, hogy már nem csak a külcsint nézzük, és nem csak kilóra megy, hogy hány hangot tud per másodperc elénekelni, hanem hogy az emberek visszatértek ahhoz, hogy érdekli őket, és itt jön a Bogi, érdekli őket az, ami tulajdonképpen az előadói szakmának a legeslegfontosabb dolga, hogy előadjon valamit a világból, magából, az értékrendből, megállítsa az időt, behúzza a kéziféket, és valami gyémántot így megvillancson. És túl a tripla szaltókon, meg a hihetetlen skálázásokon, meg a látványon, ezek a gyerekek azért mind-mind hoztak valamit, ki többet, ki kevesebbet, és nem biztos, hogy azért nem nyerte meg, mert nem ő a legjobb hang, hanem éppen ebben a pillanatban lehet, hogy a dalválasztás, lehet, hogy éppen az idegállapota, lehet, hogy most a világ nem arra volt nyitott, amit ő most szolgáltatott, de ebben az időtér intervallumban, akik nyertek, azok valamit meg tudtak csillantani a világ szépségéből. A zsűri külön díját Barkóczi Gyula érdemelte ki, a 3. helyezett Gesztesi Alexandra, a 2. pedig Németh Patrícia lett. A közönség szavazást pedig Vulekovics Szonya nyerte. Készülünk nagyban a karácsonyra, és itt vagyunk az Alba Plázában. Az Alba Pláza igazgatóját, Szabó Gabriellát és Maja Stylistot köszöntjük nagy-nagy szeretettel, sziasztok! És először is köszönjük, hogy megengedtétek, hogy egy kicsit kijöjjünk ide. Nagyon szívesen.
Sziasztok! Jó, itt nálatok jó sok ember van. Ugye azt mondhatjuk, hogy itt mindig van történés a plázában, itt van a városnak a központjában, mindig van valami, de az nem úgy van, hogy hirtelen valami történik, azt meg kell tervezni, fel kell rá készülni. Látszólag egyszerűnek tűnik, hogy beállítuk ide ezt, azt, amaszt, ilyen-olyan kampányt szervezünk, de ennek van egy brutális előkészülete, ugye gondolom. Ez így van, ennek olyan komoly előkészülete van, hogy ami például most decemberben történik, azt mi már tavaly ilyenkor tudtuk, tudnunk kellett, hát költségileg mindenféleképpen meg kell szervezni, le kell foglalni a résztvevőket, a partnerekkel meg kell beszélni, hogy minden flottul menjen, úgyhogy... Nők ebben jók egyébként, azt gondolom, abszolút, igen. Tehát ide nő kell ilyen helyre, azt gondolom, mert ők meg tudják. Esztétikailag leírva minden pontot, ők a szó jó értelmében kicsit kockábbak, de ezen a szinten szerintem jó is. Így van, nem baj, ilyenkor kockának kell lenni. Nekem például már teljesen a fejemben van, éppen ma beszéltük meg fönt az irodán, hogy mi lesz jövőre. De tényleg? Már az... Igen, nem árulom el, mert komoly terveink vannak, úgyhogy... Valami egészen van, ami mást. Már publikus ebből? Nem. Nem szabad? Nem. Nagyon izgalmas és érdekes. Igen, lesz. A karácsony az mindig egy meglepetéses időszak, legyen meglepetés jó, egész Székesfehérvárnak. Remélem, biztos vagyok benne, hogy össze tudjuk hozni, mindig összehozzuk, amit akarunk, úgyhogy jó lesz. Bennem felvetődik egy kérdés, mert ugye beszéltük, hogy itt mindig történik valami, nálatok mindig karácsony van? Vagy vannak olyan időszakok, amikor egy kicsit olyan holt idő van? Vannak mondjuk januárban? Olyan, igen, vannak én olyan időszakok, akkor dobja be magát Maja Stylist. Január Marian. Nem is annyira, mert hogy január a kiárusítás miatt egy ilyen felfokozottabb hangulat, ugye, ami már két ünnep között elkezdődik, tehát ez januárban még tart, de azért több olyan időszak is van nyilván, amikor egy kicsit itt is lazább az élet. Konkrétan kettő ilyen időszakunk van, az egyik ez a február-március, amikor azt gondolhatná a külvilág, hogy szusszanunk egyet, nem. Ott pont nekünk nagyon-nagyon kell gondolkodnunk, hogy fönntartsuk a fokozott figyelmet. Ha nem lehet holt időszak végül is. Igen, nem lehet holt időszak, az így van. A másik pedig a Székesfehérváron egyébként egy különleges, vagyis hogy nem, Székesfehérvár ilyen szempontból különleges, mert mindenhol máshol, például az augusztus egy uborka szezon, itt Székesfehérváron augusztus az egy fergeteges hónap. Annyi mindent csinál a város, hogy az emberek itthon maradnak. Ennek megfelelően nekünk augusztus az egyik legjobb hónapunk, majdnem olyan hónapunk, mint a karácsonyi december. Utána jön egy pici hullám. Egyébként a fehérváriak vásárlókedvéről elmondható az, hogy azért szeretünk vásárolni? Mert én igen. Szerencsére nagyon, nagyon szeretem Székesfehérvárt ilyen szempontból, abszolút nincsen ilyen problémánk, igen, szeretnek vásárolni. Sok a hölgy, akik szeretnek igen. Ide járni hozzánk, úgyhogy ezt te meg tudod erősíteni. Azt se tudom, hol a bankkártya. Nem láttam a két hete legalább. Odaadtam mindjárt, hozom, aztán is múlt az a két hét. De általában visszakapott, csak lehet, hogy üres. Hát általában igen, úgy. Na, beszéljünk a karácsonyról, nem nagyon tudtok pihenni, tehát tényleg rengeteget dolgoztok, folyamatosan megy a hajtás. Nyilván a karácsonykor kell rá időt szakítani, hiszen a család megkívánja. Hogy telik a karácsony nálatok? Meséljetek erről. Hát gyakorlatilag az én szakmám az ilyen szempontból egy kicsit speciális, mert hogy az én munkám az körülbelül a 20-a környékére befejeződik, ugyanis azok a hölgyek, akik az én ügyfeleim legnagyobb részt, azok 20-át követően már átveszik a háziasszony szerepét, és a sütésekkel, főzésekkel, dekorációkkal, ajándék elrejtéssel és csomagolással foglalatoskodnak, úgyhogy én ilyen szempontból szerencsés vagyok, és ez abból a szempontból is jó, hogy ez nagyjából egybeesik azzal az őrülettel és pánikszerű vásárlási rohammal, amikor én már viszonylag nehezen tudnék dolgozni, hiszen hömpölyög a tömeg, nagyon sokan vannak, rengeteg ember érkezik, és akkor az én munkám azért az egy kicsit nagyobb nyugodtságot és nagyobb teret igényel, úgyhogy én ilyenkor szerencsére megtehetem. Nekem egyébként a karácsony a legfontosabb ünnep ilyen szempontból, úgyhogy én nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy ez így összecseng, úgyhogy
én már gyakorlatilag november Halloween-t lezáró időszakot követően készülök a karácsonyra. Aki ismer és családtag és barát, azok tudják, hogy én tényleg ilyen fanatikusan karácsony őrült vagyok. Dekoráció, ajándékvásárlás, én a fát is nagyon korán díszítem. Nagyon szeretem ennek. Nem is gondoltam volna róla. És nálad egyébként hogy néz ki egy ilyen dekoráció? Mindent, tehát a végleteket kell elképzelni? Hát igazából nem. Tehát én nagyon szeretem mindenben, a saját öltözködésemben, az engem körülvevő világban is az ilyen letisztultabb dolgokat. Tehát most éppen az idei évben gondolkodom rajta, hogy a klasszikus piros és arany történetet azt lecserélem fehér és ezüstre. Tenném egyébként. Úgyhogy ez most így megfordul a fejben. Nagyon korán díszítek például a karácsonyfát, mert én mindig a családommal töltöm, tehát a szülőknél töltöm a szentestét, meg a 25-ét is, és akkor én már szeretem nagyon korán élvezni a karácsony hangulatát. Tehát a belváros szuper, gyönyörű, forralt bor, ez az egész varázslatos hangulat, itt is csodaszép dekoráció van, ezt a karácsonyfát is én díszítettem. Na ezt pont ezt akartam mondani, hogy ezt tudjuk. Igen, és egyébként mást is? Igen. Van benne a kezed nyoma? Igen, hát azért nem mindegy, hogy egy dekoráció hogy néz ki, pláne egy ilyen bevásárlóközpont esetében. Szerintem nekünk csodálatos dekorációk van talán. Na, meg kívülről is. Kívülről is nagyon szép. Ez a ajándékdoboz szalaggal. Gabi, te találtad ki? Igen, az tavaly előtt tettük ki ezt először, és utolsó pillanatban, októberben így ránéztem a házra, és így megálmodtam, hogy ez a torony itt olyan, hogy ebből lehetne csinálni egy ajándékdobozt. És megőrítettem vele azt a céget, akitől megrendeltem, mert konkrétan 3 hét alatt kellett nekik legyártani. Úgyhogy, de sikerült, és hát nagyon feldobja a városképet, igen, az biztos. Nagyon feldobja, aztán tavaly ugye mentünk tovább, mert ott a fákat is díszítettük, jövőre megint szeretnék tovább menni, most egy kicsit szusszantunk, de jövőre megint megyünk tovább, úgyhogy igen, egyetértek, a karácsony az mindig bárki is tagadja, mert van, aki szereti tagadni, de van ez a karácsonyi romantika feeling, ami... Van persze. Igen, csengettyű, kisház, fények, és ezt mi nagyon-nagyon szeretjük, ettől gyönyörű ugye a város is, szeretünk igen forralt bort inni ilyenkor, ezek mind ilyen meghitt romantikus helyzetek. Sokan igen. Sokan azt mondják, hogy nem, de aki azt mondja, hogy nem, szerintem nagy része álszentség. Kellenek a külsőséget. Ugye ez olyan az ajándékvásárlás is, hogy nem azon múlik, persze, hogy nem azon múlik, de szeretünk ajándékot kapni, szeretjük, hogyha meglepnek minket, és egyébként nézlek benneteket is, viszonylag nehéz egyébként mindig a vendégek nézni, mert annyi ember megy el, tehát innen látszik, hogy tényleg jól végzitek a munkátokat, hogy a pláza tényleg hívogatja az embereket, hogy elképesztő embertömeg van most is itt a plázában. Igen, és én nagyon szeretem, minél többen vannak, én annál boldogabb vagyok, én minden reggel látogatószám elemzéssel kezdem reggel 5-kor a napomat, és akkor vagyok boldog, amikor ez egy bizonyos szám fölött van. Nem konkrétan csak és kizárólag azért, mert hogy most akkor mennyien bejöttek, és persze, ugye persze. Vásároltak az üzletekben, persze ez nagyon fontos, hanem pontosan ezt mutatja, amit mondasz, hogy az emberek szeretnek idejönni. Mennyi egyébként, hogyha eletárul számszerűleg? Tegnap mondjuk mennyi volt? Hát, hogyha számszerűen beszélünk, akkor egy olyan adatot mondok, hogy itt az Alba Plázában egy hét alatt a teljes város megfordul, plusz 20%. Úgyhogy ez egy iszonytató... Hát ez 110 000 ember. Ez egy iszonytató nagy szám. 110 000 ember. És nagy feladat, nagy feladat menedzselni. Igen. Többféle szempontból menedzsel, mert nem úgy van, hogy csak átmennek. Tehát csak úgy gondoljuk, hogy csak átmennek az emberek. Jó, azért ez nem így működik teljes mértékben, nem így működik. Nekem egyébként azzal sincs bajom, hogyha valaki csak átmegy, érezze jól magát, ha csak egy kávét iszik, akkor legyen az, menjen moziba. Én nem vagyok híve annak, hogy mindig azt tukmáljuk az embereknek, hogy vásárolj, nem. Jöjjön közösségi tér, érezzük jól magunkat, élvezze a díszeknek a hangulatát, a meg azt, hogy sok ember van. Nagyon sokan én szeretnek. Például karácsonykor szeretem, ha sokan vannak körülöttem, tehát engem nem zavar a tumultus. Egyébként, ha már itt tartunk, ti magatok, hát azért most így itt dolgoztak a plázában. Azért én úgy gondolnám, nektek könnyű helyzetetek van, nem kell elmenni sehova, mindent itt helyben be tudtok szerezni, így van ez?
Hát igen, én azt gondolom, hogy ez azért nagy szerencse. Tehát én, aki gyakorlatilag az év 365 napján szinte járom az üzleteket, pontosan tudom és látom azt időről időre, hogy mi az, amit érdemes, mi az, amit szeretnék. Folyamatosan látom a kínálatváltozást, pontosan tudom az akciókat például. Tehát ilyen szempontból ez elképesztően nagy szerencse, nem kell utazgatnom sehova, és az a tapasztalat, hogy egyre többen ezt részesítik előnybe. Tehát nagyon-nagyon sokan azt mondják, hogy jó, például az én segítségem, mert nagyon sokan időhiányban szenvednek, és amikor mondjuk a gyerekeket nem tudják hova tenni, számtalan a teendő van, menni kell esetleg egy programra évvége felé közeledvén, akkor nagyon nem mindegy, hogy mondjuk eljössz és 2-3-4 órát itt eltöltesz, vagy pedig centrált segítséget kapsz. Tehát konkrétan azt mondom neked, hogy jó, akkor rászállsz 2 órát, arra megoldod a gyereket, arra el tudsz szabadulni, és a végén úgy mész haza, hogy minden megvan. Ez az ajándékvásárlásra is igaz. Ilyenkor például az urak szoktak tőlem segítséget kérni, meglepő módon, úgyhogy ha ja, gondolom. Ja, hogy mit vegyenek a kedvesüknek? Igen. De te megoldod, gondolom. Persze, abszolút. De mondanak neked méreteket, 90-60-90, ilyesmi, és akkor hát, az alapján biztos, mondod, hogy hova kell menni. 90, de nagyon-nagyon sok ötletet, nagyon sokan például nincsenek tisztában azzal, hogy bizonyos márkáknak is vannak vásárlási utalványai, hogy nem biztos, hogy egy vásárlási utalványt vegyünk, hanem az ilyen csere dolgokkal, szavatosság, jótállás. Én karácsony környékén azért ez se egy hátrány, hogyha nem jó a méret, ha nem tetszik, akkor mi van. Tehát én ebben is egy csomót tudok segíteni, és ilyenkor az a tapasztalat, hogy ilyenkor az urak is kérik a segítséget, úgyhogy itt például szinte nekem az a tapasztalatom, hogy egy csomó mindent érdemes vásárokban, tehát annak megvan egy hangulata. Igen. De azon kívül én gyakorlatilag szinte mindent meg tudtam itt vásárolni, mert én már készen vagyok az ajándékvásárlással. Lassan vége a műsor időnek, még egy kérdésem lenne így a végére, hogy olyan nőnek szerinted mit érdemes venni, akinek mondjuk van 2 gardrób szekrénye, tele van, és nem mered kinyitni, mert akkor maga alá temet ruha mennyiség. Ez nem én vagyok. Nem ismerem. És soha nem tud fölvenni semmit, és lefogadom. Soha nincs egy rongyom sem. És igen. És egy harmadik gardrób. És minden héten van olyan, amilyen nincsen. Jó ötlet. Egy harmadik barátok gardrób. Vagyunk. Ez egy szép végszó volt. Egy harmadik gardrób szekrényt, és utána adáson kívül megbeszéljük, hogy mikor érünk rá mind a ketten, és akkor szívesen elkísérlek. Ha esetleg, meg engem is léci. Ha esetleg Szilvíről lenne bejelentkezem. Szó, rendben, és de akkor mindkettőtökkel megoldjuk az ajándékvásárlást. A családi béke miatt. Köszönjük, hogy itt voltatok. Nagyon-nagyon boldog karácsony. És csendesedjetek le ti is. Nagyon fontos karácsony kapcsán megjegyezni, hogy ilyenkor azért szeretünk enni, főleg mi urak, de a hölgyek is szerintem elengedik magukat, és ilyenkor azért már-már gondolkodnak azon, hogy elmenjenek konditerembe leadni azokat a kiló, illetve súly mennyiségeket, amiket magukra szedtek a drága, kedves magyar emberkék így a karácsony ünnepkör alatt. Ugye ez az úgynevezett jó-jó effektus, hogy lemegy, visszajön, sokan küzdenek ezzel is, karácsonyon kívül is egyébként. Na, a következőkben megtudjuk, hogy lehet ettől megszabadulni. Na, kíváncsian várom. Heti Hétben folytatódik itt az ünnepre hangolódása, a rákészülés az ünnepre. Hogyan találjuk meg a megfelelő egyensúlyt mondjuk a testmozgás, az étkezés és a lélek harmóniája között? Hát igen, mindenki azt szokta gondolni, vagy vannak ilyen tévhitek, hogy ha én edzek, akkor bármennyi tehetek, és akkor azt gondolják, hogy hát a picit többet járok majd az edzőterembe az ünnepek alatt, akkor majd itt megehetem a nagymamának a jó kis zsíros, ez az amaz dolgait. Azért ez nem teljesen így van, sőt, tudni kell, hogy az, hogy edzek, az nem fogja kiváltani egyébként az, hogy én nagyon sokat és össze-vissza eszem. Úgyhogy az a tipp, nagyon egyszerűen, hogy lehet enni, és ugye ehet az ember finomakat. Amire nagyon kell figyelni és érdemes figyelni, az egyébként a szénhidrátok, főleg a rosszabb minőségi szénhidrátokból,
picit kevesebbet tegyünk, ne vigyük olyan túlzásokba. És akkor igazából szinte majdnem csak degeszre ehetjük magunkat. Meg hát természetesen itt a sportolás is. Nagyon sokan beleesnek egyébként egy másik fajta hibába, hogy mondjuk ó, most karácsony van, akkor semmit nem csinálok. És akkor eszünk, nem csinálunk semmit, benne vagyunk a kaja kómába, és akkor egyen szépen végigvezetjük magunkat azon, hogy egy 5-6-7-8 nap alatt teljesen eltunyulunk. És ugye mindig azt szoktuk mondani, hogy ha lendületben vagyok, akkor az megtartani sokkal könnyebb. Viszont ilyenkor elvesztjük a lendületet, így hát kiesünk a forgásból, és valószínűleg januárban nem lesz olyan nagy kedvünk csinálni, és akkor úgy, hát majd akkor egy hét múlva, most még pihenek, és a többi, és a többi. És nagyon sokat veszíthetünk abból, amit már felépítettünk, vagy amit mondjuk elkezdtünk felépíteni. Úgyhogy a tipp nagyjából ennyi, hogy ne hagyjuk abba, és figyeljünk, de azért lehet nyugodtan. Kajakómát említetted, szerintem ez nagyon sokunk számára ismerős. Segíthet azon, mondjuk, hogyha mondjuk ebéd után elmegyünk sétálni egy kicsit, vagy mivel tudjuk elkerülni azt, hogy tényleg egy ilyen nagy családi ebéd után az legyen, hogy mindenki kidőlve fekszik valahol a tévé előtt, például az ágyon. Szerintem van egy tippem, van együnk annyit, mondjuk kb. Picit mindig egy más oldalról fogom meg ezt. Azt gondolom, hogy ha összejön a család, és ünnepek vannak, és együtt vagytok, akkor nem biztos, hogy a kajáláson van a legnagyobb hangsúly. Tudom azt, hogy a nagymamák, az anyukák szeretnek főzni, és ezzel mutatják ki a szeretetet, de nem biztos, hogy ez az egyetlen egy módja. Lehet ők megölelni egymáson, nem tudom, most így nem akarok ilyen blöd dolgokat mondani, de mégis azt gondolom, hogy meg kell találni egy más módját annak, hogy jól érezzük magunkat. És a kajakóma, meg ez a túl sokat eszem, nem vezet sehova, hogyha szabad így fogalmazni, mert hogy nem ettől leszünk boldogok, meg nem a, hogyha már karácsony, akkor beszélünk arra, hogy nem a túl sok ajándék, meg a nem tudom, hanem az, hogy egymással vagyunk, meg foglalkozunk egymással. Például beszélgetünk, és akkor már el is jutottunk a lélek harmóniájához talán. Így van. Ami leginkább hiányzik, szerintem ezt sokan észreveszik ma ebben a felgyorsult világban, és a telefon, és a elmentek nagyon jó kapcsolatok vannak a Facebookon, és amikor elmennek az utcán egymás mellett, akkor meg se ismerik egymást, vagy esetleg pont elfordítja a fejét, és a többi, és a többi. Úgyhogy jó egy picit visszatalálni így az eredeti dolgokhoz, és nem biztos, hogy olyan rossz időszak volt az, amikor nem volt ennyi minden az embereknek az asztalán, hanem sokkal kevesebb volt, és lehet, hogy egy kiló húst osztott el 8-9-10 fő is, viszont egy picit boldogabb, meg hittebb tudott lenni az ünnep. Úgyhogy azt gondolom, hogy a nagy főzésekből, mert ugye, hogyha nem főzök annyit, akkor nem fogok tudni annyit enni, vagy ha jól főzök, akkor értelemszerűen megint az lesz, hogy nem fogod tudni túlenni magad. Úgyhogy egy picit a főzésből vegyünk vissza, és fordítsunk több időt arra, hogy mondjuk együtt legyünk. Köszönöm szépen, hát a heti feedben pedig azt gondolom, hogy ismét jó tanácsokkal szolgáltunk itt a várakozás felkészülés időszakában, és hát folytatjuk majd jövő héten is. Folytatódik a karácsony itt a Fehérvár TV-ben, újabb kedves vendégek, ahogy én szoktam mondani, az autószerelők Angelina Jolie-a, Polgár Tibi és az ő Angelina Jolie-a, Piroska is megérkezett. Köszöntelek benneteket, sziasztok! Sziasztok! Azért azt áruld el, hogy neked nagyon jó barátaid van. Nagyon jó barátaim, szóval, természetesen. Illetve közös barátainkról. És a Vörös Marti Rádióból Tibit nagyon jól lehet ismerni, ugye az Auto Fitness című műsorból. Piroska pedig olyan, mint Kalambó felesége. Emlegetjük, nem tudták, hogy létező személy, de most bemutatjuk teljes valójában. Ő Piroska. Na, köszöntünk benneteket még egyszer itt a műsorban. Karácsony, ti is ezerrel készültök erre. Annyit tudni, hogy ti nagyon sokat dolgoztok, ti mindig dolgoztok, te folyamatosan ott vagy a műhelyben, Piroska pörög a munkahelyén, pörög a konyhában, tehát nem nagyon pihentek. Mikortól lesz az, amikor tényleg valójában leteszed a villáskulcsot, az imbuszt, krovakészletet, és akkor tényleg mondjuk a pihenésnek átadod magad? Mikortól tervezed? 24-én, kicsit előtte? Hát előtte, mert említettem már reggel, mikor benn voltam nálad a stúdióban, hogy leszek is műhely
alapfestés. Igen. Úgyhogy onnantól már nem tudunk beállni autóval, úgyhogy ott meg majd a festő fog dolgozni, én megnézem. Tehát igen. Onnantól már csak tényleg ilyen apró bevásárlások, ilyesmi lesz hátra, tehát a munka akkor már megáll a műhelybe. Az mikortól van? 18-ától. 18-ától. Piroska, te hogy állsz egyébként így a karácsonyi főzési előkészületekkel? Ugye ti is nagy halászlevesek vagytok. Azt mindig a Tibi csinálja, vagy te is azért beszoktál neki segíteni egyébként? Nem. Ne? Nagyon szerencsés vagyok, drágámmal, mert a halászléfőzés, meg a, tehát a, az Ádám még a napján a Szent Esti menüt ő készíti el. Ha. Úgyhogy nagyon szerencsés vagyok. És akkor vagyok. Neked csak pihenni kell idézni, nem, vagy te nem, mosogatsz? Nem, nem. Én bevonulok a szobába, és díszítem a fenyőt. Hát még segít csomagolok. Azért azt meséljük el, hogy itt kettőtöknek összesen jó sok gyereke van. A népes család vagytok azért, egy csuklós azért nem busz szükségeltetik a szállításhoz. Hát csuklós buszra azért nincs szükség, de kettő darab autóra mindenképpen. Kettő autóra mindenképpen szükség van, hiszen rengeteg nagy családosok vagytok, tényleg lehet mondani. Jézuskával hogy álltok? Sikerült már vele beszélni és ajándék formájába áttenni azokat, amiket már beszéltetek vele, még folyamatban van ez? Hát még folyamatban van. Aha. Tehát még folyamatban van. Egymásnak lesz valami? Meglepetés? Készültök? Mindig szokott lenni. Mindig, igen, de azt az mindig általában úgy van, hogy először ami úgy közösen kitaláljuk, hogy amit megvásárolunk, és utána még mindegyünk valami kis csekéséget. Tehát mindig ti is azt mondjátok, hogy nem, nincs, ez a mi ajándékunk, és ne vegyél semmit, és aztán mindig igen. kerül valami. Ez nálunk is így van egyébként. Főleg én vagyok ilyen egyébként, de jóságos Teréz anya, elköltök X összeget, hát úgyis ruhát venne belőle, veszek inkább más, de ugyanúgy elkéri a pénzt ruhára. Akkor, hogy kapok most szegényt betaláltam egész műsor alatt egyébként, nagyon jó lesz, meg még mi lesz később. Nem baj, visszakapod. Legendás halászlevet. Rádióban mindig beszélgetünk erről, mindig mondom mindenkinek. Ettem én már rengeteg, én mindig halászlevet eszek, ezt Szilvi tudja nagyon jól, ugye különböző éttermekbe. És kettő überelhetetlen legendás halászlé van. Egyik az anyukámé, másik Polgár Tibié. És mindig ezzel dicsekszem, hogy tényleg ennél jobbat sehol nem ettem, és sehol nem adnak, ez bátran állítom sehol az országban. Hogy csinálod te a halászlevet? Tehát mondjuk el azt a receptet, amit te mondjuk halászlé készítés kapcsán alkalmazol. Mi ez? Hát ami legfontosabb az, hogy minél többféle hal legyen benne. Igen? Tehát én azt mondom, hogy ne ragadozó, abból is lehet, de igen? általában inkább a ponyfélék. Kárász, keszek, tehát abból minél több, annál jobb, mert annál finomabb, és még ami nagyon jó bele, az a harcsa. Ha törpeharcsa, az sem probléma, tehát az is nagyon jó és tökéletes. Hát ugye eleve akkor azt teszem, hogy szépen felszeletelem a halat, és akkor utána azt lesózom, és hagyom félreteszem. Utána szépen fogom, a legjobb egyébként bográcsba kint szabad tüzön csinálni, azt is, ha lehet, akkor akácfán, tehát ez a legjobb, ez mert az ad neki egy aromát. Egy jó fortélyok vannak. Tényleg? Tehát igen. Akácfa az a legjobb. Így van, tehát a füst azért valamilyen szinten. Tehát a laminát kicsit... parkettát szedjük fel, hát hanem ne, így van, pontosan. És akkor szépen egy 3-4, attól függ, hogy mekkora fej vöröshagymát megpucolok, úgy nagyjából összeszerem, ahogy te szoktad. Tehát akkor megesz a meghatározás és akkor szépen belemegy a vízbe, és akkor az szépen ahogy föl, úgy teszem bele, amit ledarálni való halszeleteket. Igen, tehát igen, a farok, igen. meg a, utána az a törzsrész, amiben sok a szálka, tehát az a rész. Ugye nem a patkos részeket, hanem ami ilyen így van. A maradék. Na most azt szépen megfőzöm ezzel a hagymával, és akkor azt utána szépen leszűröm, a levet visszateszem. És akkor a levet azt már utána majd fűszerezem, piros paprika, bors, meg... sorolhatnám, de ugye minden nem mondok el, mert akkor nem az enyém lesz az egyik legjobb halászlé. És most karácsonyra főzöl halászlevet? Az persze, elmaradhatatlan. Igen, persze, hogy ne, de most nem bográcsban, hanem a gáztűzhelyen. Az azért jó otthon. Egyébként, kis önös dologot is bele, azért jó nekünk, mert Tibi mindig olyan rendes, hogy mindig küld nekünk, tehát fogunk finom halászlevet enni kétszer is, anyukámét és meg Polgár Tibiét is enni karácsonykor, hogy nagyon szépen köszönjük neked. Majd visszakát van, találtunk kettő darab felesleges, ilyen hármas vagy négyes éthordót, így jelzésért azt azért tettük félre, hogy majd a Tibi Polgár Tibi abban küldi a halászlevet. Jó, semmi probléma, egyébként én hozzászoktam, és azért mindig többet így van csinálni, egyébként. Tehát, igen. Négy vagy öt ember van valamilyen oknál fogva meghívva, akkor is ilyen 15 főre szoktam megfőzni, és akkor biztos, hogy jut még a mamának is almásra. Tehát ez... De azért gondolom, hogy nem csak te tevékenykedsz a konyhában, te megcsinálod a halászlét, és Piroska, mi kerül még egyébként a karácsonyi asztalra? Hát elkészül a halászlé, azt és a terítő? Akkor a terítés, persze Zoli, és akkor azon kívül, hát én planírozom be ugye a halszeleteket, aztán hát tört burgonyával, aha. A drágám a majonéz specialista,
Az mit jelent? Majonézes, saláta, féleség, tartalmátás. Ő azt, hát így megosztjuk. Aha, megosztjátok. Ugye karácsony az nálatok ugye ilyen tradicionális, hagyományos, hiszen lezajlik a étkezés, lezajlik a szenteste. Utána ti mindig mentek éjféli misére, és nem itt Fehérváron. Nem. Hát most már több mint 10 éve mi mindig Tihanyba elmegyünk. És bármilyen idő van, ti ott vagytok. Tehát tényleg jöhet cunami, dinó támadás. Teljesen mindig ott vannak. Így van, volt tényleg olyan költ, hogy elindultam már 9 óra után, de hogy biztos, hogy odaérünk az éjféli misére. Odaértünk, de tényleg majdnem, hogy végigköd volt, ilyen 1-2 szaggatottat lehetett látni az úton. Aztán volt olyan is, hogyha már egy kis élmény beszámoló erről is, hogy a gyerekek elhagytuk Fehérvárt, és mindig az a hátsó ülésen mondták, hogy apa, mi lesz akkor, ha kijönnek elénk az őzek? Mondom, ne fessétek ti az ördögöt a falra, nem lesznek itt őzek, semmi probléma nem lesz. Erre tényleg egész végig nem is volt probléma, odaérünk az éjféli misére, lezajlik az éjféli misére, jövünk szépen visszafele, végigjövök ugye a Balatonparton, minden gyönyörűen ki van világítva arra is, és már itt járok Kenesőt elhagyva, és addigra már úgy mindenki úgy szépen kezdett úgy kumni az autóba, csak úgy hát én nekem muszáj volt figyelni, és egyszer csak tényleg elindult egy őzcsapat ki az útra. Ugye fékeztem, nem hirtelen, mert elég sikos volt az út, csak úgy érezték, hogy valami történik, mert lassú az autó. Mondom, látjátok gyerekek, ezt mondtátok. Mondom, most ez lett, megálltunk, nem ütöttünk el egyet, de tényleg az volt a szerencsé, hogy jött egy ilyen figyelmeztető, és onnantól indult meg a csapat. Igen, akkor jön egy következő, igen. Ezt tudni lehet, és van, ezt mondjuk az autósok. Tehát szépen átbalagtak előttünk, és akkor úgy folytattunk haza. Maradjunk a szakmánál, ugye karácsony. Nyilván sokat gondolkodnak azon, hozzátartozok, mit hozzon a Jézuska mondjuk apának, ugye mindenkinek van autója. Akkor maradjunk annyiban a szakmánál, ne szereljük az autót, meg mindenki reméltek felkészítette térre, van téli gumi, fagyáló, ablaktörlő, minden az ég ott egy világon. Mivel tudunk esetlegesen, ami nyilván meg is vehető egy magyar embű fizetésből, egy autós férfi embernek mondjuk autós cikket akarunk, mivel tudunk kedveskedni, mi az, amit lehet venni? Hát ez nem tudok kimenni a szakmából, típus függő. Aha. Tehát most például, hogyha valakinek olyan autója van, amiben már be van építve ugye a GPS, igen? Akkor azt ugye nem vásárolunk. Persze. De hogyha valakinek egy egyszerűbb autója van, és akkor sokat utazik, akkor egy GPS például az egy kiváló ajándék, és az még azt mondom, hogy nem is egy ilyen horror. Igen, így van. Tehát ez az egyik. Akkor például valaki, ugye téli gumikat általában lemezfelnire szereljük. Na most, hogyha látunk sok autón, amin ugye csak simán snasszul rajta van a fekete felni, és viszont látás komolyabban nem foglalkozik vele. Így van, egy disztárcsa garnitúra esetleg. És tehát, hogy enne lopják, mert a jókat ellopják, az ne menjünk evelte szó nélkül. Ugye van ez a műanyag, kötegelő, nincs. Kötegelőnek hívjuk, ami igen. Most már a második bálamadzag Magyarországon. Igen, második bálamadzag, ez jó, igen. Úgyhogy igen. Azzal lehet esetleg még, és akkor nem tudják ellopni, igen. Meg nem is hagyjuk el. De abból is egyébként, ha már vásárolunk és ajándéknak szánjuk, akkor jobb minőséget vásárolunk. Persze. Na ennyit persze. Szerintem a fiús témákról, és akkor térjünk vissza, hogy egy kicsit a lányok. Azt hittem, hogy arról beszéltek, mint a reklámban nem sokára. Te jó. Jó. Oké. Okay. De akkor elmegyünk. Nem, én csak arra lennék kíváncsi, hogy nálatok, hogy ennyien vagytok, hogy tudjátok az egész családot bepréselni egy lakásba, egy asztalhoz, és egyébként mi a menete nálatok a karácsonynak? Jegyeket, vacsora van előbb, vagy ajándékozás, vagy fordítva? Nem. Nem, ez úgy működik, hogy miután ugye szenteste van, elkészült a vacsora, akkor szállingoznak a gyerekek. Igen. Hát most már azért elég foghíjasan, mert mindenkinek párja van, tehát ezek a gyerekek már megnőtek, és nyilván mindenki a párjával tölteni az estét. Úgyhogy egy kicsikét így hátrébb szorulunk, de hát nincs ebből probléma, mert megoldódik így is. Hát most aki megjön, az megjön, aki nem jön, arra szeretettel gondolunk, és akkor így lezajlik a vacsora, és akkor ugye útra keltünk. Igen. Igen. Útra keltünk, akkor ugye az évfélem is hát elég szépen el szokott húzódni, ami azt jelenti, hogy hát elég későn érünk vissza Fehérvárra. Ilyen, 2-kor hát, kell elképzelni? Fél három. Fél három. Ez igen. És akkor hát másnap legalább sokáig tudtok aludni? Így van. És akkor itt még mindig mondhatom magam szerencsésnek, mert az első ünnepen akkor az anyukámhoz szoktunk menni. Tehát ott szintén gyűlik a család, aki tud, jön. Ott ugye megvan az ebéd, ott egy kicsit el vagyunk, majd aztán visszatérünk. Hát azt akkor még jönnek gyerekek hozzánk, aki lemaradt. Igen, akkor még van egy ilyen kis este, és akkor utána másnap megmegyünk a sógornőmékhez. Akkor szintén úgymond főznöm nem nagyon kell, mert hát útra kelünk.
Igen. És akkor így le is zajlik. De hát persze attól függetlenül én is készülök, mert azért sült húsok. Hát ez ugye? Kell mindenképpen. Hát nálatok mindig terüljasztalkán van. Én egy deviáns ember vagyok egyébként, és sokszor beszélek olyanról, akár a rádióban, akár a tévében, nincsen megbeszélve, ez sem volt megbeszélve. Ugye van egy nagy dolog, ami azért jövőre történik a családban. Lehet erről beszélni? Beszélhetünk? Ugye akkor kivágjuk. Nem. Beszélhetünk erről? Nyugodtan lehet róla beszélni, Tibi most papa. Már. Mondhatom, hogy Tibi papa. Hát sok szeretettel gratulálunk. Lesz? Köszönöm szépen. Nagy papa leszel. Hát úgy néz ki, igen, hogy április vége fele az első unoka előjön. Hihetetlen. Úgyhogy... Jó megnőtték. És a nemét tudjátok? Hát 100%-ot nem tudok mondani a lányom, de nagyon úgy tűnik, hogy fiú. Fiúnak, igen. Ó, de jó. Vagy lány, vagy jó. Vagy majd eldöntik. Hát valamelyik lesz. Úgyhogy, igen. Egyébként tegnap el volt ezen a több négy ultrahangon. Igen, de ott valahogy nem sikerült most még, úgyhogy majd valamelyik nap megy vissza. Állítólag többet kell inni, nem tudom, hogy mi köze van hozzá, ehhez én nem értek. De hogy kevés folyadékot. Segítek neki. Kevés folyadékot ivott. Ja, hogy úgy. Nem sört. Ja, azt hittem, mert akkor abban szívesen. Akkor megyek én is négyére minden és nap. És ezért nem sikerült a felvétel, tehát nekem ezt mondták. Úgyhogy, lényeg, hogy egészséges legyen egyébként. És hál' Istennek úgy néz ki, hogy minden szívhangtól kezdve minden rendben. Nagyon jó, örülünk neki, és köszönjük, hogy itt voltatok, és nagyon-nagyon boldog karácsonyt kívánunk nektek. Én is. Köszönjük, boldog karácsonyt, és nektek pedig sok boldogságot így együtt sokáig. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Önök pedig maradjanak velünk még mindig, hiszen a következő percekben megtudhatjuk, hogy a házi asszonyok hogyan kreálhatnak maguknak esetleg otthon igényes körmöket karácsonyra, szilveszterre. Az izgi nekem is. Illetve hát a egyes uraknak is, hogyha te szeretnél, akkor most szerintem figyelj oda. Kinézed belőlem? Nem, de azért akkor figyelj oda. Figyelj, de figyelek. Figyelj oda, hogy tudjad, hogy legközelebb velem hogy kell, meg milyen ajándékot tudnál, esetleg egy körömlakot, vagy körömreszelőt, ilyesmi. Tehát egy újabb front a pénzköltés. Na ne! Talaján köszönjük, és nézzük az anyagot. Milyen egy körmös élete? Milyen egy jó szakember? Hosszú vagy rövid, kerek vagy éppen a mandula? Mai Együtt magazinunkban mindenre fény derül, Stefán Ágnes szalonjában jártunk. Te kezdjük talán az elején. Mi van a körmödön éppen, és hogy mi az, amit szeretnél? Géllak. A csillogás most nagyon trend, az őszre és az ünnepekre. Nagyon szép új színeink vannak, amik hát ilyen, vannak már ilyen vendégkedvenc kombinációk, a mintákból is rengeteget lehet választani, úgyhogy valami jót kitalálunk. A legnagyobb kérdés persze az, mi legyen a végeredmény. Kopogtatnak az ünnepek. Legyen-e rajta kis fenyőfa vagy angyalka, ne talántán egy rénszarvas. Na de ne szaladjunk ennyire előre, hiszen azt sem tudom, hogy mi állna jól nekem, melyek a most divatos színek, mi most a trend. Persze Ági rögtön megsúgta, a géllak. Összkedveltebb, amit neked is csinálunk, a géllakkozás, ez most egy igazán trendi dolog, hiszen minden magára adó hölgy ápolt kezekkel szeretné élni a mindennapjait, és ez egy ilyen tartós lakkozási technika. Gyakorlatilag pár éve került a piacra, körülbelül 5-6 éve elérhető ez a technika. A géllak alapjába véve, ugye aki nem ismeri ezt a technikát, a szóban található gél, ez a zselének a rugalmasságát hozta az anyagba, a lak pedig a pigmentáltságot, tehát az egyszerű körömlakoknak a pigmentáltságát, sokszínűségét ötvözték a zselé összetevőivel egy üvegben. Szeretik a hölgyek minden élethelyzetben szép, fényes, csillog, ápolt kezeket sugal, vendégeinknek a 70%-ának géllakja van. Erről azt kell tudni, ami nagyon fontos, hogy hosszú körmöket nem tart meg, tehát ha szeretnénk növeszteni a körmünket, akkor nem ezt a technikát javasolom, akkor mindenképpen szükségünk van valamilyen fajta műköröm alapanyagra, ami a körömlemeznek tartást ad, és ezzel tudjuk megnöveszteni a körmünket. Lassan döntenem kell, milyen színű legyen a körmöm, de széles a paletta. Ági természetesen ebben is tud segíteni, már mondja is, melyek a legkedveltebb színek, és mi az, ami illik karácsonyra, és mi az, ami nem. Most jön a legizgalmasabb rész, a színválasztás. Ez az új őszi paletta. Ezek nagyon szép kis csillogós karácsonyi színek. Vannak még ezen kívül ilyen pasztelebb színek is.
nem tudom, mennyire lehetünk ilyen kicsit extrémebbe, vagy kicsit ilyen, vagy milyen, melyikek azok az árnyalatok, amikkel a szerep, búderesebb, igazinek, azok itt, van, itt vannak. Most nagyon divatok a szürkésebb árnyalatok, és akkor tudnánk készíteni hozzá akár egy fűcsi mintát is, ami most ősztel nagyon kis kedvel. Az ilyen vendégeket szeretem, akik lehet befolyásolni, és hallgatnak a szakértőket. Az a baj, hogy én soha nem tudom, hogy mit szeretnék. Jó. Csak azt, hogy szép legyen, ízléses legyen, és meg lehet nektem, hogy a tévi, igen. És trendi legyen. Nagy kérdés, hogy ezeket a körmöket hogyan kell karban tartani. Lehet-e mellette a nagy karácsonyi készülődés közben nagy takarítani, vagy éppen kakaós tésztát gyúrni? Ezzel mindent fogsz tudni csinálni, így van. Azért javasoljuk otthon a hölgyeknek, hogy háztartási munkákat gumikesztyűben végezzenek, hiszen manapság olyan szuper, hiper, szuper tisztítószerek vannak, amik mindent oldanak percek alatt, és azért ezek a lakkok is érzékenyek ezekre a vegyszerekre. Körömketével tisztogatni kell az alját, hiszen most az ünnepi időszakban azért gyúrunk sütit, fasírtot és mindenfélét, és ezek az ételmaradványok berakódnak a körmünk alá, és ezt nagyon célszerű napi szinten körömketével tisztítani. És ilyen lett, voilà! Ráadásként pedig még egy kis peelinget és parafinos kezelést is kaptam. És hogy ez miért is jó? Parafinet sziasz rávalad a bőrögre, hogy belemártjuk a kezedet. Ez lezárja a pórusokat, ezáltal megnyílnak, és bejut a hatóanyag a bőr mélyebb rétegeibe, teljesen a hám réteg legaljába bekerülnek a vitaminok, és egy mély hidratálást hajt végre. Ez simítja, feszesíti, nagyon jó hatással van az ízületekre. Nos, a karácsonyi körmömmel és egy frissítő kézápoló kezeléssel elkészültünk, az eredmény mesés lett. Na hát, Dia gyönyörű körmöt kapott, azt hiszem, hogy én is megirigyeltem. Ti hogy álltok ezzel? Itt van a következő vendégeink, a Bácskai család, és hát van itt két gyönyörű szép fiatal hölgy. Ti hogy álltok a körmökkel? Köszönjük szépen. Sziasztok. Hát én kb. Sziasztok, üdvözlök én is mindenkit. Én kb. Úgy, hogy sehogy. Úgyhogy ez sajnos nem az én asztalom. Nem érdekel a műköröm? Azért van egyébként, vagy nincs rá időd? De lenne, akkor se érdekelne. Nem érdekel. Nem érdekel. Nem, abszolút nem. Szerintem Jankát majd érdekelni fogja. Ja, hát, egyébként... Ő fogja ezt a vonalat képviselni. Szoktatok nálunk körmöt festeni anyával? Igen? Igen. És melyik a kedvenc színed? A rózsaszín. Hát mi más lenne? Hát a rózsaszín, természetesen. Hát igazi, igazi csajos. Nyilván ezt a kérdést Gergőnek nem fogom feltenni. Nyugodtan felteheted, a Zsigmondnak körülbelül másfél-két hetente szoktam az esti mese alatt levágni a körmét, úgyhogy körmöt. Fú, már megijedtem, hogy körmöt festesz. Igen, én is arra gondoltam, hogy hirtelen. Na, tehát te szoktad ezeket a dolgokat elvégezni. Te vagy a manikűrös, akkor a családban mondhatjuk. Hogy viseled? Mert nekünk otthon, tudom, amikor a gyerekeknek körmöt kell vágni. Hát igazából túsztárgyaló, Gábor atya egy teljes litániával, urbietorbia, gumicukor pápával. Tehát nagyjából így van. Igen. Nálatok is így van ez? Igen, addig igen lehet enni gumicukrot, amíg vágjuk a körmét. Ne csináljátok, igen, hát a mindenre jó. Simán levágtam mindent a körmöt. Nálunk is az a gyógyszer sok mindenre. Ugye? Igen. És magadnak mikor fogod vágni? Már vágtam háromszor. Vágtad már magadnak a körmét? Ilyen ügyes vagy? Nagyon. Ügyes vagy. Ó, nagyon nagy fiú vagy. Az azért nem semmit. Én mikor vágtam először, nem is emlékszem rá konkrétan. Na, karácsony. Készülődés ezerrel. Hogy álltok ezzel a dologgal? Rengeteget dolgoztok ti is. Nekünk is van kettő gyerek, tudjuk, hogy menni, jönni, programok, óvoda, iskola, minden. Tehát ember legyen a talpának, időben el tud készülni. Emberek vagytok a talpatokon, vagy még nem? Képzeld el, hogy Brigi a lakást ilyenkor egy picikét karácsonyiba, egy kicsikét ilyen pirosasba öltözteti, és advent első hétvégéjén már pirosba öltöztette. Ez azt jelenti, hogy lecseréli, a függöny még nem, de lecseréli az asztalterítőket, csinál karácsonyi díszítéseket, feltesz egy-két dolgot. Én pedig már szeptemberben megcsináltam a kinti világítást, mert hogy olyan jó hangulatú. Tényleg? Van, nem mondod szeptember óta? Jó, nem rénszarvasok, meg hóemberek villognak, vagy ilyesmi van, de egy mélyfehéren égő kis égősor, semmi ilyen nagy hókuszkókusz. Mindig eladható egyébként teljesen. Sajnos ez
színes villogók a szobámban, amit tényleg nem kapcsolok. Az nálatok meg is menő, ez a akkor... fehér szív. De jó, az nagyon ami jó. Világít. Az menő sok helyen, úgy látom. Karácsonyi menü, ott ki a megmondó ember, ki a szakácsnő, ez hogy van nálunk? Nálunk elég bonyolult a karácsony, úgyhogy hogy annyira a menüben mi nem gondolkozunk, illetve idén fogunk először gondolkozni, de 24-én mi konkrétan két helyre megyünk, aztán 25-e lesz idén először, hogy most nálunk lesz. Még ez mondjuk úgy, hogy alakulásban van, hogy mi lesz a karácsonyi menü, és aztán 26-án ismét úton vagyunk. Tehát, hogy mondom, idén először van az, hogy mi lesz a karácsonyi menü, ezen gondolkozni kell. De egyébként is én jelenleg úgy vagyok, hogy még most már gondolok a karácsonyra a díszítésen túl, tehát ennyire felkészültem, várom egyelőre. Egyébként jó szakács, Brigi? Mondhatod az igazat? Nagyon merjél mást mondani. Igen? Nem merek más mondani, nem, tényleg nagyon-nagyon finomokat. Egyszerűeket szoktunk főzni, de azok mindig nagyon finomak. Nektek is az időhiány, gondolom, hogy egész nap úton vagytok, azért kevesebb idő jut arra, hogy olyan nagyon nagy műveletet igénylő főzés legyen nálatok. Hát képzeld, most nagyon sokszor dolgozunk úgy, hogy otthon vagyunk mind a ketten, de talán lehet, hogy kevesebbet is beszélünk így, mint amikor a Brigi más helyen dolgozott, én pedig otthon dolgoztam az irodában, de mostanában így mind a ketten otthon görnyedünk a gép előtt, jó, délelőtt megiszunk egy kávét, meg lehet, hogy együtt ebédelünk, ez nagy ajándék egyébként. És olyan, hát ezen kívül utána délután pedig estig az nagy rohanásban telik munkában, meg hát a gyerekekben is. Ugye beszéltünk arról, hogy ti állandóan rohantok, ugye te az fmc.hu-nál vagy most, te pedig a székesfehérvár.hu-t vezeted, irányítod. Karácsonykor mi van a honlapokkal? Hiszen hát nektek ott a család, gyerekek, de hát azért nem a honlapon meg az infoknak menni kell. Nem áll meg. Konkrétan december 24-én az szokott történni, hogy reggel olyan 7 óra környékén megrendezem a honlapot, meg átállítom előre elkészített cikkeket, ha tudom. Ha olyan dolog van, hogy van 24-én valami, akkor az van, ezzel együtt kell élni. Brigi is rádiózott, én is rádióztam, dolgoztunk mind a ketten 24-én este, akkor is dolgoznia kell valakinek, ezt mindenki tudja. Ezeket a cikkeket beállítgatjuk, dél környékén elindulunk Brigiékhez, Árpalotára, onnan olyan 5 órakor visszajövünk Fehérvárra az én szüleimhez, és valamint szerintem nálunk ugyanez van. 8 óra körül vissza. Árpalotára megyünk mi is először egyébként. Csak... Jézuskában hogy álltok egyébként? Most a gyerekeket kérdezem, Zsigmondot és Jankát, hogy mit kértetek a Jézuskától? Mindent. Mindent? Mindent? Az mit jelent? Szerintem, amit most kölcsönöztünk Legót, azt fogom kérni a Jézuskától. Te is legomániás vagy? De jó. És minden Janko? Mennyiségben. Janka, te mit kértél a Jézuskától? Mit kértél a Jézuskától? Mit szeretnél kapni nagyon? Valamilyen babát esetleg? Babás vagy? Szereted a babákat? Szellőbabát. És te hogy állsz egyébként a jégvarázssal? Anna Elza, nálatok megy, mert nálunk nagyon soha nem lesz vége, szerintem 20 éves korukban se. Én egyébként jégvarázs, azt elmondom, azt még a Szilvi se tudja, van ott egy csomó jégvarázsos műanyag poharunk, a gyereknek volt szülinapja, arra vettük, és én ugye most a Vörösmarty Rádióval ott vagyunk a Vörösmarty Sziház előtt az advent időszakban, de én minden reggel kávézni szeretek, úgy nem ülök be a rádió, vagy nem iszom egy kapucsinót. Megcsináltam is jégvarázsos pohárkába a gőzölgő kávét. Megcsináltam a reggeli kávémat, felforraltam, belöntöttem a műanyag jégvarázsos pohárba, aminek azért az alakja jelentősen hőhatására megváltozott, és jégvarázsos megváltozott alakú tök meleg pohárral a kezembe indultam el otthonról a Látvány Stúdió irányába, és hogy kortyolgattam a meleg kávémat a jégvarázsos poharamból. Mekkora parádé lett volna, a műanyag jégvarázsos poharad átlyukad, amikor beülsz az autóba, akkor jó, lyukad át az anyag, és az öletbe húlik a forró kávé. Szeretjük a jégvarázs. És nagyon-nagyon szeretjük. Jégvarázs nálunk is valóban nagy csoda. Munkára visszatérve megkérdeztétek, hogy nálunk hogyan van FMC-nél. Nálunk egy icipicivel nyugisabb, be vannak osztva, én 26-án leszek majd ügyeletbe, akkor figyelem az oldalt, úgyhogy talán egy kicsit könnyebb nálunk a karácsonyi ruhanás ilyen szempontból, hogy elosztjuk magunk között azt, hogy mikor ki az, aki felügyeli az oldalt. Egyébként nálatok? Nagy basszis, de a szünnepek alatt dolgozni, mert tényleg, ha jól előkészíted, néhány anyag van, nagyjából
már most nagyjából, tudod, az események, hogy a 70%-át most nagyjából meg tudnád írni, úgy, ahogy van Tokavonova. Hát igen, vannak olyan dolgok, amik ugye általában ismétlődnek. Igen. Visszatekintőket csinálunk, ilyenkor mindig nagyon melós az, amit havonta egy-egy hónap legfontosabb történéseit összeválogatjuk. Azt szépen feldolgozni úgy, hogy az befogadható legyen és szép legyen, azért az elég pepecs meló, egy ilyen jó fél napot, nettó fél napot el kell dolgoznia az embernek ezzel. Ezt megcsináljuk mind a 12 hónapra előre, napra bontva. Úgy szintén ugyanez a metódus. Vannak interjúink, amiket tudunk ilyenkor hozni. Persze biztos, hogy valami történik is, vannak jeles napok, és lesz ugye a városi szilveszter, arról is biztos beszámolunk, majd arra is elmegyünk, az éjféli miséről is biztos, hogy beszámolunk, már most mondta a Lugosi Balázs kollégám, képzeld el, önként mondta, hogy ő szeretné megcsinálni az éjféli misét, ő idén májustól dolgozik nálunk, azért nem sok ilyen munkatárs van, ugye? Igen, aki jelentkezik önként. Azért az jó, hogy így megtudjátok egymást között. És hajnali 3-ra készen van, Püspök atya beszédével együtt, ott lesz az éjféli mise, hajnali 3-4 óra körül, amikor a Lugo végez vele. Úgy látszik, hogy a gyerekek már önállósították magukat. Abszolút. Zsigmond egyébként nagyon jó hely van, mert nézegeti mellettünk a sütiket. Én is ezt tenném, és az előbb is ezt tettem, sőt, utána fogok egy ipari mennyiséget magamba tölteni. Janka pedig lost in space valahol. Janka viszont ott az ajándékboltot nézegeti. Is. Egyébként így a karácsonyfára még egy gondolat erejéig visszatérve, nálatok a Jézuska hozza, angyalok díszítik, vagy hogy van ez? Így van, pontosabban félig van így, a karácsonyfát együtt szoktuk kiválasztani a gyerekekkel, és hozzuk haza, apa pedig segít a Jézuskának, beállítja, gyönyörűen elrendezi, és éjszaka pedig a Jézuska feldíszíti, és hozza alá az ajándékokat nekünk. Aha, tehát nálatok reggelre jön meg? Reggelre, 24-e vagy 25-e? 24-én reggelre jön meg a Jézuska, hogy aztán legyen időnk arra, hogy mindenhova eljussunk. Igen, ez és nekik ötlet. Is van egy kis idejük arra, hogy örüljenek annak, amit hozott a Jézuska. Egy kicsit leülünk együtt. Igazából nekünk 24-én otthon inkább ilyen karácsonyi reggeli van, arra készülök egy picit. És akkor annak van úgy, hogy leülünk békésen, játszanak egy picit, mi is megnézzük, hogy mit hozott a Jézuska, és akkor utána indul olyan, utána 11 indul óra körül indul a nap, és akkor egy... Ez jó, merítettünk akkor ötletet, mert hát... Igen. Abszolút szólnia is kell, és ez nálunk így 24-én reggel és délelőtt. Igen. Nálunk úgy volt eddig, mindig probléma volt abból, hogy Fehérvár, megebédeltünk otthon, utána mentünk az egyik mamához, a másik mamához, este 9-re hazaestünk, és akkor jött a Jézuska, ami azt jelentette, hogy mi ketten, karácsony, felejtős, mert hát éjfélnél előbb a gyerekek ugye a sok játszás miatt, meg az édességek, meg minden miatt nem feküdtek. Ez egy jó taktika mindenképpen. De akkor lehet, hogy reggel fogja most hozni. Szent reggel. Csak meg kell beszélni, és szerintem rugalmas, és akkor mindenkinek egy kicsit könnyebb és békésebb, és akkor tényleg tud arról szólni, hogy egy picit együtt is vagyunk, nem csak rohanunk állandóan. Köszönjük szépen nektek, hogy itt voltatok, látom a gyerekek már teljes mértékben. Az édesanyám a játszó volt felé. Nézzetek azért körül. Nagyon boldog, békés karácsony kívánunk. Nagyon szépen nektek. Köszönjük és természetesen nektek is. Nektek áldott is boldog karácsonyt nektek. És áldott ünnepeket mindenkinek, Fehérvár televízió nézőnek is. Köszönjük szépen. És ha már karácsonyról beszélünk, ugye ott a fenyőfa, megkérdeztük több vendégtől, hogy műfenyő, igazi fenyő, de egy közös bennük, hogy mindegyik fenyőfára általában kerül szaloncukor, aminek egyébként én nagy híve vagyok, és nagy tudója, hogy egyem ki úgy belőle, és hogy csomagoljam vissza, hogy úgy tűnjön, mintha bellenne még a szaloncukor. Viszont, de ezt már tanítja a gyerekeknek. Így van, viszont ennek mellékhatása Zoltánkának pocakján meglátszik. Most pont arról fogunk hallani, hogy milyen szaloncukrokat lehet készíteni, enni, venni, hogy eme mellékhatás ne derüljön ki, és ne látszódjon meg az embernek a pocakján. Igen, állítólag van olyan, hogy egészséges igen, szaloncukor. Igen, nézzük meg. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, 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 bells. Piano in the bell, 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 bell,
Ismét jelentkezik a heti fit, ahol egy kicsit az egészségesebb édességeket vesszük ma a górcső alá. Ebben kapunk majd hasznos tippet, hiszen közeledik az ünnepi időszak, amikor hajlamosak vagyunk elcsábulni. Hogyan és mivel tudunk ezen segíteni, javítani? Sziasztok! Azt gondolom, hogy ilyenkor a legtöbb ember szaloncukrot eszik. Felnőtt gyerek mindenki nagyon szereti. Nagyon fontos, hogy figyeljünk oda rá, hogy milyen szaloncukrot veszünk. Én ebben ajánlom általában a kézműves szaloncukrokat, azok természetes összetevőkből készülnek. Ami a nagyon fontos, és ugye itt mindig az olcsó kategória, az ember ugye pénztárcájára figyel, a transzsírokra nagyon-nagyon kell figyelni. Az utóbbi időben kapott ez nagyon nagy jelentőséget, mert ugye azon túl, hogy szívérrendszeri megbetegedéseket okoznak, nagyon fontos szerepet játszanak a cukorbetegség és az elhízásnak a kialakulásában, és ugye ezek azok a zsírok, amelyekkel sokkal szebb lesz a szaloncukor. Ropogósabb, vagy éppen nugátosabb, tehát ezt el tudjuk azzal kerülni, hogyha mi hazamegyünk és megcsináljuk, és ez egy nagyon jó karácsonyi program előkészületnek, amikor mondjuk a gyerekek is segítenek nekünk. Milyen anyagokat érdemes használni, hogyan készítsünk otthon szaloncukrot, ami azért egészségesebb? Szerintem, amit mindenki nagyon szeret, az a kókusz. A kókuszeszerék az egy nagyon-nagyon jó alapanyag, amivel tudunk dolgozni. Hogyha ehhez adunk zsiradékot, és mondjuk, hogyha már kókuszról beszélünk, akkor kókuszolajat, egy nagyon kevés vizet és mondjuk mézet, jól összegyűrjük, hagyjuk egy kicsit állni, akkor utána formázhatóvá válik, ebből tudunk nagyon jó kis szaloncukrokat gyártani, és a máz az pedig nagyon-nagyon egyszerű, szerintem mindenki szereti az étcsokoládét, általában a felnőttek legtöbbször van is otthon, csak simán egy nagyon kicsi kókuszolajjal fel kell hevíteni, elolvasztani és szépen rácsorgatni, és kész a szaloncukrunk, és még akkor van egy másik feladat a gyerekeknek, hogy készítsenek csomagolópapírt. Hogyha mondjuk valaki nem szereti a kókuszt, akkor mondjuk esetleg asszalgyümölcsöket, vagy miket érdemes használni szerinted? Az asszalgyümölcs az nagyon-nagyon jó választás. Én ebben szoktam használni a datóját és az asszalt szilvát. Hogyha a datójához, itt ugye attól függ, hogy mennyire száraz az asszalgyümölcs, nedvességet tudunk csak sima vízzel pótolni. Hogyha adunk hozzá kakaóport, egy kis rumaromát, akkor már is egy kakaós szaloncukrot fogunk kapni. Ugye itt gyakorlatilag a vízzel lehet egy kicsit játszani, illetve hogyha nagyon sűrűnek találjuk, akkor egy nagyon kevés kókuszreszelékkel lehet ezt a nedvességet csökkenteni, és akkor már megint egy olyan masszát kapunk, amiből nagyon könnyen lehet egy szaloncukrot készíteni, és a máz meg ugyanaz, mint az előbb. Akkor mondhatjuk azt, hogy végül is a fantáziánk szabhat csak határt. Így van, csak a fantázia, így van. Sokkal, de sokkal okosabbak lettünk, tényleg élmény volt nézni, hogy van olyan szaloncukor, amit tényleg, hogyha az ember megeszik, nem lesz akkor a hasa, mint lehet, mondjuk egy-két drága, megkóstolom. Kedves magyar dolgozónak, így van, úgyhogy érdemes otthon alkalmazni ezt mondjuk a kedves nézőknek is. Meg azt is mondjuk, hogy itt a műsor vége, én megmondom őszintén, jól éreztem magam, maradnék én még is, egyébként, én tényleg. Én örülök, hogy kaptunk lehetőséget arra, hogy együtt vezetessük. Sok jó ember műsor. A plázában, nagyon-nagyon sokan itt vannak, itt voltak nagyon-nagyon jó kis vendégek, rengeteg ismerős egyébként mindenhol. És neked nagyon sok mindenkiről megtudtunk olyan dolgokat, amit a hétköznapokban nem biztos. Így van. Mindenkinek nagyon boldog karácsonyt kívánunk, nagyon-nagyon békés ünnepeket kívánunk, de jelentkezünk még egyébként ilyen műsorral. Azért nem menjünk ennyire előre, mert még lehetőségünk van még egyszer ide kitelepülni ebbe a szép, csodálatos környezetbe, úgyhogy legközelebb is jövünk még egy hét múlva. Így van, jövünk még a plázába, rengeteg érdekes vendéggel, addig is mindenkinek nagyon-nagyon jó készülődés, nagyon boldog adventet, és találkozunk nem is olyan sokára. Köszönjük a figyelmet, viszontlátásra!